Kedves megjelentek! Csányi József vagyok, aki nem ismerne, bemutatkozom. A házigazda felkért, hogy mint a Kiskörösi Vállalkozói Klub vezetője, segítsek a mai ünnepség lebonyolításában. Számomra nagyon kedves feladat, örömmel elfogadtam. Nagy tisztelettel köszöntöm a megjelent családtagokat, rokonokat, barátokat, munkatársakat, vállalkozótársakat, és nem utolsó sorban a díszvendégeket, Font Sándor képviselő urat, valamint Domonyi László polgármester urat. Kiskörös Petőfin túl úgy híresült el a térségben és az országban, hogy a szőlő és a bor városa. Bátran hozzátehetjük azonban, hogy emellett jelentős ipari város is, gondoljunk csak a régi fémmegmunkáló gyárakra, üzemekre, és most elnézést, hogyha pontosan mindet nem sorolom föl, csak egy néhányat említenék, Mezőgép, IGV, KTS, no meg persze a Masina GMK. Igen, GMK, vagyis gazdasági munkaközösség, mert akkor még nem voltak BTKFT-k. 30 évvel ezelőtt ezen a helyen, a Moravcsik szülők melléképületében elkezdett működni a Masina. Azóta változatlan telephelyen, 21. századi modern fémmegmunkáló üzemén nőtte ki magát Moravcsik László vezetésével, aki több tíz év óta aktív tagja a Kiskörösi Vállalkozó Klubjának. Kedves Laci! Vállalkozótársaim és magam nevében nagy tisztelettel gratulálok a kitartó és sikeres munkádhoz. További eredményes vállalkozást és egészséges, boldog életet kívánok neked és családodnak. Fogadjátok szeretettel jelképes ajándékunkat. Felkérem Font Sándor országgyűlési képviselő urat, osszam meg velünk gondolatait. Kedves Laci, kedves Moravcsik házaspár, kedves felesége, szeretettel köszöntelek benneteket, polgármester úr, és kedves vendégek, szeretettel köszöntöm önöket. Ennek a térségnek 16 év óta vagyok országgyűlési képviselője, és 16 év óta figyelem, hogy mi történik itt Kiskörösön, és többek között figyelem, hogy a Masina Kft-nél Moravcsik László által alapított valamikori GMK hogyan fejlődik. Volt szerencsém egész közelről látni azt a dinamizmust, amit az utóbbi 6-8-10-16 évben történt. Pontosan emlékszem még arra az üzemméretre, amikor először beszélgettünk, most meg már lassan térképet kell majd a kezünkbe venni, hogy el ne tévedjünk itt a újabb és újabb csarnokokban, mint a mostaniban is állunk. Az a vállalkozói kedv és az a háttér, amelyet Moravcsik László és kedves felesége megtestesít, ez szinte mintapéldája annak, amiről sokszor beszélünk, hol kormányon, hol ellenzékben, elnézést, hogy politikusként ezt a politikai gondolatot is megengedhessem magamnak, tehát arról, hogy a magyarországi kis-közép vállalkozások, amelyek a legtöbb munkahely lehetőségét biztosítják, a magyar gazdaság egyik rákfenéje, kulcskérdése, a foglalkoztatás és a munkahelyteremtés. És pontosan tudjuk, hogy nem a multinacionális nagy cégek adják a munkahelyek javarészét, hanem a magyarországi kis-közép vállalkozások egész pontosan kétharmad részét, majdnem 70%-át adják a munkahelyeknek. Nem véletlen, hogy az elmúlt időszakban is kőkeményen egy-egy beruházást az munkahelyteremtéshez kötöttünk. Nem véletlen, hogy a jelenleg leköszönő kormány vezetője Orbán Viktor jelezte, hogy a most megnyíló 2014-2020-as új költségvetési fejezetben, mármint az unió költségvetési fejezetében
az onnan érkező Magyarország számára felajánlott fejlesztési források legalább 60%-át szeretnénk közvetlenül termelő beruházásokhoz kapcsolni. És hogyha ez a gondolat megvalósul, akkor azt gondolom, hogy úgy, ahogy itt a Masina Kft. És a többi Csányi József által említett többi kiskörösön működő fém megmunkálással foglalkozó cég is nyertese lehet ennek a gondolatnak. Nem önös a cél az, hogy akik ebben a fejlesztésben együtt tudnak gondolkodni, igen, egy komoly lehetőséget kapnak ilyen támogatáson keresztül, de természetesen az egész ország érdeke minden lakosnak, hogy egyben a munkahely teremtéssel biztos, stabil hátteret is biztosítsunk. Nem tudom mi, kedves László, hogy a lendületedben, kitartásodban és egészségedben hány ilyen terem építése szerepel még, és ezeknek a termeknek, csarnokoknak a gépekkel való feltöltése az sem egy kis feladat, de úgy gondolom, miután aki végigjött itt a kint lévő terasz részen, előtér részen, hogy 1-es, 2-es, 3-as és ez a 4-es üzemcsarnok, ha jól láttam a számok alapján. Kívánom, hogy a terveid alapján alakuljon a későbbiek, amelyben itt zakatoló munkagépek és nagyon ügyes, serényen dolgozó munkatársak, akik több éven keresztül kitartanak melletted, mert olyan kollektív munkaviszonyt tudtál kialakítani, és kérem, vigyázz magadra, egészségedre, mert talán nem ér semmit sem annyit, mint hogy te is túléld azt, amiben gondolkozó, és tovább szeretnétek lépni. Gratulálok ahhoz a 30 évhez, amit még gazdasági munkaközösség, a GMK-nak ugye a rövidítése, a 84-ben induló gazdasági munkaközösség formában elindított, és ha jól tudom, Kiskörös területén a legrégebben, ugyanabban a szakmában, tehát a fémipar szakmájában dolgozó vállalkozás ünnepnapját, a 30 éves évfordulóját is köszönhetjük. Sok sikert a további terveitekhez. Köszönöm a figyelmet. Köszönjük képviselő úr szavait. Megkérem Domonyi László polgármester urat, szóljon hozzánk egy pár kedves mondatot. Kedves tulajdonosok, kedves Moravcsik úr és kedves felesége, kedves jelenlévő képviselő úr, nagyon nagy öröm, hogy ilyen ünnep lehet Kiskörösön, és ilyen nagy ünnep van Kiskörösön, hogy egy magánvállalkozás a rendszerváltás után 30 éves évfordulóját ünnepli. Szeretném hozzátenni, hogy nemrég ünnepeltünk egyébként egy 25 éves évfordulót, a Texo Kft.-nek az évfordulóját. Ezt azért mondom, mert nagyon büszke vagyok arra, hogy Kiskörösön a kiskörösi vállalkozások stabilan és nagyon tudatosan haladnak előre. Szeretném az itt lévőknek elmondani, hogy ez a tudatosság, ez a jövőépítés, ez a számokban is tükröződik. Kigyűjtötték, hogy Kiskörös az Európai Uniós támogatásokból mennyivel vette ki a részét. És ha hiszik, ha nem, 15 milliárd forint Európai Uniós támogatás érkezett 2007-től 2014-ig Kiskörösre. Ez egy hihetetlenül nagy szám. Én úgy gondolom, hogy érdemes lenne kiszámolni, hogy országosan lakos egyenértékbe 1 millió forint jut minden kiskörösi lakosra az elnyert uniós támogatásokból. Én azt gondolom, hogy ez nem mutat semmi mást, mint hogy a kiskörösi vállalkozások, a kiskörösi vállalkozók tudatosan gondolják a jövőt, és tudatosan fejlesztenek. Ennek a 15 milliárd forint vállalkozási pénznek, uniós pénznek az egyik legnagyobb lehívója vállalkozói részről a Masina Kft. Volt. Gratulálok, Laci, és azt hiszem, hogy ez látszik most is a Masina Kft. Telephelyén, és ez a 15 milliárd forintnyi vállalkozói pénz fog látszani a városon,
hiszen szerintem ilyen csarnokok és munkahelyek zömében, sokaságában meg fognak jelenni az elkövetkezendő időszakban. Rendkívül fontos a város életében, amit képviselő úr is mondott, hogy munkahelyek legyenek. Én azt gondolom, hogy a mai nagyon nehéz gazdasági helyzetben, a mai nagyon nehéz és gyors világban a legkardinálisabb kérdés az, hogy van-e munkahely, tudunk-e munkahelyeket biztosítani a lakosságnak. Ilyen vállalkozókkal a hátunk mögött, nekünk kiskörösieknek én azt gondolom, hogy nem kell félnünk, és azt meggyőződéssel vallom, hogyha egy város a vállalkozóival együtt 7 év alatt 15 milliárd forintnyi támogatási pénzt képes lehívni pályázati úton, akkor nekünk van jövőnk. És az, hogy a Masina Kft.-nek most a 30. éves évfordulóját, születésnapját üljük, az azt jelenti, hogy a mi vállalkozóink komolyan gondolják, amit csinálnak. 30 évvel ezelőtt Moravcsik László komolyan gondolta, hogy egy komoly céget akar létrehozni, komolyan gondolta, hogy a családjának megélhetést akar biztosítani, és lám-lám eltelt 30 év, a gondolat tényleg komoly volt, a lehívott uniós támogatások az elmúlt pár évben még komolyabb jövőt mutatnak, és én ennek rendkívül módon örülök. És köszönöm Moravcsik Lászlónak, köszönöm Kiskörös város összes vállalkozójának ezt az akaratos, előremutató gondolkodást, mert ez a városunk jövőjét határozza meg, és városunk jövőjét jellemzi. Egyébként a kiskörösi emberekre jellemző szorgalommal, akarattal mennek és megyünk előre. Gratulálok, Laci, gratulálok a feleségednek is, hogy elviseli ezt a tempót, amit diktálsz, mert én azt gondolom, hogy ez nem könnyű. És gratulálok a kollégáidnak is, a Masina Kft. Dolgozóinak, vezetőinek, hogy létrehozzák azt, amit Moravcsik László megálmod, és partnerek benne. Kívánom Kiskörösnek, hogy sok-sok ilyen évfordulón és sok-sok ilyen ünnepélyes alkalman legyünk, mert ezzel városunkat, gyermekeink jövőjét és saját jövőnket építjük. Köszönöm szépen, hogy együtt vannak, hogy eljöttek a Masina Kft. Ünnepére, hiszen egy méltó ünnepen ünnepeljük a 30 éves születésnapot. Köszönöm szépen, és még egyszer gratulálok. Köszönjük szépen polgármester úr méltató szavait. Most pedig a Masina Gépgyártó Kft. Tulajdonosát illeti a szó. Moravcsik László urat. Szeretettel köszöntöm a megjelenteket. Külön köszöntöm az országgyűlési képviselőnket, Font Sándor urat, valamint polgármester urat. Külön köszöntöm Dieter Beck urat, a Hugo Beck GmbH tulajdonosát, aki jelenlétével megtisztelt bennünket és feleségét, valamint Kurt Reiser urat, aki szintén velünk van, valamint szeretném köszönteni nagyobb partnereinket, mint például a Protokon Kft.-t, akit Kurucz András képviselít, és jelentős mértékben hozzájárult eredményeinkhez, valamint Adkári Árpád urat, aki szintén jelentős mértékben hozzájárult sikereinkhez. Valamint szeretettel köszöntöm barátaimat, akik a nehezebb időkben segítséget nyújtottak nekem. Köszöntöm a vállalkozótársaimat, akik inspiráltak engem, és köszöntöm a dolgozókat, akik keményen hozzájárultak ehhez a sikerhez. Most pedig szeretném ebből az alkalomból köszönteni néhány kollégámat, akik már 20, illetve 25 éve dolgoznak a cégnél. Rakoncai Gyuri, fáradj ki, légy szíves!
bírod így vinni? Még egyszer gratulálok. Sárkány palip fáradj ki, légy szíves. A következő 20 éven nálunk dolgozó kolléga Dulai György. Gyuri, fáradj ki, légy szíves. Gratulálok, Gyuri. Gratulálok. Parancsolj. Következő 20 éven nálunk dolgozó kolléga Endre József. A következő 20 éves kolléga Répási Imre. Fazekas Laci, fáradj ki, légy szíves. És aki 25 éve már a cégnél dolgozik, Léder Józsefné Icuka. Köszönöm szépen a megjelenteknek, hogy megtiszteltek a jelenlétükkel. Most pedig következzenek a Mazsorett csoport, illetve a Szivárvány Népi Tánc Együttes.